Györei Kimit tud a pandémia hozadéka, ugyanis a Covid idején fordult meg a szervezők fejében, hogy a diákoknak szüksége lenne egy olyan rendezvényre, ahol meg tudják mutatni tehetségüket. Ez lett a Kimit tud, amelyet immáron harmadszor szerveztek meg. Kipattant a fejünkből, hogy egy Kimit tudot fogunk megszervezni, ugyanis ez nem jelent különösebb energia ráfordítást, időbefektetést sem a gyerektől, sem a pedagógustól. Minden iskola kötelékében van tehetséges gyerek, mindenütt van olyan produktum, amit elő lehet bármikor húzni a tarsolyból. 5 kategóriában nevezhettek. Ének, tánc, zene és vers, valamint egyéb műsorszámmal is felléphettek. A verseny fejlődését és hírének rohamos terjedését mi sem mutatja jobban, hogy még az elsőre 41, a mostani harmadikra már 85 produkciót hoztak el. Kollégáim azért végtelenül lelkesek. Azt gondolom, hogy ez a fajta, amikor ennyi tehetséges gyereket látunk egy nap az iskolánk területén, meg egyáltalán itt Porondon, ez mindenkiben akkora lelkesedést tölt, és hatalmas lendülettel csináljuk újból és újból, pedig egy örült nagy munka. A rengeteg műsorszám és a magas színvonal feladta a leckét a zsűrinek is. A kedves zsűri tagokkal beszéltük, hogy ugye most már harmadik éve zsűrizgetünk itt, és egyre jobb a színvonal. Szóval egyetlen produkcióra sem mondtuk azt, hogy jaj. Nagyon ügyesek, felkészültek a gyerekek, egyszerűen lehengerlően színvonalas az egész kis Kimit tud. A bírák arany, ezüst, bronz és kiemelt arany minősítéssel értékelték a fellépőket.